A kommunisták gondolták azt, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van, ezt mondta a Gyurcsány Ferenc listázós beszédéről a Kossuth Rádiónak nyilatkozó elemző. A DK elnöke tegnapi évértékelő beszédében gyakorlatilag arra szólította fel híveit, hogy listázzák fideszes ismerőseiket. Deák Dániel elemző a kommunista múltan lát hasonlóságokat, ahogy fogalmazott, akkor volt jellemző az a gondolkodásmód, hogy a választókat le kell cserélni, meg kell őket nevelni. A Fideszt aktívan támogatni az több mint bűn, a szégyen. És szégyenjétek magatokat! Szégyen támogatni a Fideszt, mondta Gyurcsány Ferenc vasárnapi évértékelőjén. A DK elnöke szerint szégyeljék magukat a kormánypárt szimpatizásai, vagyis az a több mint három millió ember, aki az országgyűlési választáson a Fideszre szavazott. Ki kell mondani a nevüket, Gyurcsány Ferenc listázásra szólította fel híveit. Rá kell mutatni azokra az emberekre személy szerint, aki a rendszernek építő gazdái. Mert nem lehet elbújni a felhőség elől. Hazudtunk reggel, éjjel meg este. Magyarország korábbi miniszterelnöke, aki 2006-os elhíresült Öszödi beszédében elismerte, hogy hazudtak a magyaroknak és a gazdasági összeomlás szélére kormányozták az országot. Elkuck. Nem kicsit? Nagyon. Most úgy vélte, hogy a Fidesz támogatói azok, akik szégyent hoznak Magyarországra. Szégyent hoztok a hazára, és ölítek, áruljátok ezt a hazát felháborító az, amikor ilyen tényleg minősíthetetlen jelzőket alkalmaz Gyurcsány Ferenc azzal a múlttal, ami egyébként hozzátapad. A kommunisták gondolták azt, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Erről beszélt Deák Dániel a Kossuth Rádióban. A 21. század intézet vezető elemzője hozzátette. A választók sértegetése azóta is visszatérő jelenség maradt a bal liberális oldalon. Márkizaj Péter korábban leostobázt és mindenféle jelzőket agatotta a jobboldali szavazókra. Ez is egyébként hasonlít ahhoz a gondolkodásmódhoz, amit ugye az elődök is képviseltek, hogy gyakorlatilag ki kell cserélni a választókat, meg kell őket nevelni, vagy nem tudom, teljes mértékben új gondolkodásmódot kell beültetni az emberek fejébe, ami azért meglehetősen érdekes. Hozzátette, nem látni, hogy a választók sértegetésével a baloldal új szavazókat tudna megnyerni.